Sziasztok, Pisa Pajtik. Igen, közeledik Parma a Pisa világbajnokság. És gyerekek, a Cinque Stagioni, ahol a Napoletano Pizzával fog most sütni, amelyik AVPN-es minősítésű, és ugye az előző videóban bedagasztottam, el fogom nézni első meg második résznek, hogy a direkt tésztás dagasztás végig tudjátok követni, jó? Na gyertek ide, itt van a kis muciaink, így néz ki, amit bedagasztottunk, emlékeztek rá a videóba, ide kihozom a fényre, meg tudjuk nézni, gyönyörűen tűnítanak, hát most ki vannak 3 órája, amik nem akartam 3 órát kihagyni őket, de ki vannak 3 órája, úgyhogy most ebből fogom szépen kivenni egy bucit, és na, meg van a lapátunk. Na, így ezből a fajtás, kikapjuk belőle a kis bucinkat. Így. Ugye ez egy 63-as hidró nagyságrendileg. Így. És meglátjuk, hogy mit sütünk ki belőle. Jó? Először arra gondoltam, hogy csinálok egy teljesen tradicionális margaritát. És akkor utána meglátjuk, hogy mi lesz a következő. Valószínűleg csinálunk egy spenótosat, vagy valami ilyesmi. Oké? Okay? Na. Így. És gyere ide egy picit közelebb, hogy lássuk a nyújtást, hogy dolgozunk ezzel a tésztával. Esetleg ha ide fölülről tartod így, akkor így látszik jobban, aha. Úgy. Azaz. Na. Így. És ami fontos, hogy nyújtásnál arra próbáljátok törekedni, hogy az abroncsokat, azokat ne nyomjátok össze. A keletkezett gázok, amik ott az élesztőnek a munkájának a hatására kialakultak, a tésztán belül, hogy azt ne roncsoljuk gyakorlatilag, és a széleit hagyjuk amennyire lehet békén, a nyújtás során is. Így. Na most nézzük meg, hogy mit tudunk belőle nyújtani. Így. Próbálunk belőle egy viszonylag 33 közeli pizzát nyújtani. Így. Hát azért láthatjátok, hogy ezzel a hidratációval ez a tészta nem annyira lágy és könnyű. Sokkal több munka kinyújtani gyakorlatilag ezt a tésztát. De úgy tűnik, hogy jó munkát végeztünk, mert lehet nyújtani. Magasabb hidratációval ez sokkal lágyabb lenne. Picit hátra veszek, hogy lesz. Magasabb hidratációval ez sokkal lágyabb lenne, és hamarabb ki tudnánk nyújtani. De hát az volt a célom, hogy egy olyan anyagot állítsak nektek össze, amivel ti viszonylag nagy biztonsággal fogtok tudni otthon pizzát sütni. Jó? Mert egy pizzériába ott fontos a pörgés, meg a sebesség. Otthon vagyunk, akkor ez inkább csak egy ilyen élmény kategória. Oké? Okay? Na. Na, így nézünk ki. Hát azért szerintem ebből 33-as az nehezen lesz, de hát már azért megpróbáljuk a lehetetlent. Úgyhogy kisütni belőle. Szóval az a lényeg, hogy ez egy erősebb tészta vezetés, és az a cél, hogy te, hogyha egy kicsit ügyetlen is vagy, akkor is megbocsátja neked gyakorlatilag ez a tészta. Hogyha ezzel a tésztával dolgozol, hogyha jó kis magyar pizzalisztet használod, amivel Rolanddal dolgoztunk hónapokon keresztül, az még megbocsátóbb, mert az ennél is erősebb, az V370-es. És azzal még nagyobb mozgástérrel tudsz gyakorlatilag dolgozni. Így. Most rakunk le egy kis sajtocskát. És hogy majd még valószínűleg majd meg fogjuk még egy kicsit tépni, hogy megnyújtsuk. Jó. És akkor szépen dobunk egy sütést. Meglátjuk, hogy mit tudunk belőle kipattintani. Itt van a jó kis G-metális lapátunk. Így. Látjátok, milyen kis könnyű mozdulat. Így. És sütünk belőle a gyerekek egy legalább 30 centis pizzát. Az ez. Így. Na,
akkor ez már közel járunk hozzá. Jó, még egy pici sajtot dobálunk rá. Oké. Így ide. Dobunk rá egy kis pici olajocskát. Így. Meg is vagyunk, és akkor dobunk egy ilyen meses vetést, és kisütjük. Jó, és akkor megnézzük, hogy mi lehet a gyümölcse. Most várj, míg a dagasztót beállítom, meg a sütőt megnézzük, hogy hány fokos, jó, hogy tudjátok. Most ezt én beállítom ilyen érzésre 1.30-ra, aztán meglátjuk, hogy mennyi lesz belőle. Ugye ez egy Effe Oven P134HA. Hát most, hogy nézem, akkor ez így 480 fokon van, hogy azon fogunk sütni. Jó? Na hát, annyi vetettem már szebbet is. Na, majd a következő ügyesebbek leszünk. És akkor nézzük, elnyitom a stoppert. Így. És nézzük meg, hogy mi történik a tésztával a következő másfél percben. És szerintem a következőt, amit majd spenótosat fogunk sütni, azt majd megpróbálom egy kicsit még jobban megtépni, hogy még nagyobb pizzánk legyen. És azzal sütünk egy jó kis pizza napoletánával, az AVPN-es minősítésük, és lisztünk el. Na, milyenek az abroncsok, gyerekek? Nice! Jól néz ki? Ugye ez egy 24 órás tészta, 63-as hidratáció, és elővesszük a kis forgatólapátunkat. Úgyhogy majd alá fogunk majd lassan majd nézni, de még egyelőre várunk. Elvileg ez a biszkottó, ami gyárilag ez a Fordnak, ennek a P134H-nak a, ugye ez egy olasz AVPN-es kemence, tehát AVPN-es liszt van benne és egy AVPN-es kemencébe. Ez úgy van kitalálva, hogy egyszerre süljön meg a tetej meg az alja, úgyhogy ne égjen meg. Jó? Most mindjárt picit alá nézzünk, jó, hogy minden rendben van-e. Kicsit melegítünk a lapáton, így. Szép az alja, jó. Még egy picit várunk, vagy sütünk rajta egy picikét. És én érzésre ez a másfél percet lőttem meleki, de most kivesszük és megnézzük, jó? Hogy sikerült egy kis pizzánk. Na, hát szerintem ez megvan sülve rendesen. Ez minden oké. Megnézzük az alját is, jó? Szépen egyenletesen meg van sülve. Valószínűleg ennél a hőmérsékletnél ez a másfél perc lesz az ideális. Jó? Hagyjuk, hogy kicsapjuk a párát, és akkor utána fölvágjuk és megnézzük. Folytköv. Szóval itt van a kis AVPN-es pizzánk. Ugye az előbb megnéztük az alját. Így. Itt van a jó kis lapátunk, a Tomi barátomnak köszönheti, a Süssünk Otthon pizzát logó bele van égetve, kérlek szépen. Úgyhogy patika. Így. És akkor nézzük meg, hogy milyen lett a kornicsó. Halljátok, hogy szépen ropi körbe. Így. Nézzük meg, hogy hogy sikerült a dagasztás ezzel a direkt tésztával. Gyerekek, hát szerintem ez rendben van. De mindjárt fogok nyújtani egy olyat, aminek egy kicsit kisebb lesz a kornicsónéje. De hát gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy azzal a technikával, amivel én készítem általában az előtésztás tésztáimat, hogy mit lehet elérni. Jó? Ezzel a háromfázisos pihentetéssel. Szándékosan raktam, ha emlékeztek rá, én nagyon olajat nem szoktam rakni a dagasztáskor a tésztába. Ezt amiatt raktam, hogy nagyon sokan lesznek közületek, akik otthon sima sütőben sütik meg, háztartási sütőben, ami max. 250 fokot tud jó esetben. Úgyhogy amiatt lesz gyakorlatilag ez nekik nagyon erőnyös. Jó? Na, így néz ki, közben lehet fotózni is, ugye? Így. Na, gondoltam, hogy akkor megkóstolok egy szeletet, hogy nézzük meg, hogy milyen lett, de nagyon kis ropi, halljátok? Így. Nézzük meg, hogy milyen lett. Még omlet. Nem meleg. Patikán át van süve. Van különbség a direkt tészta meg a hosszú keresztésű között? Ízre. Nem, nézzétek, milyen lett a tészta. Gyönyörű. Azt tudni kell, hogy azok a tésztákkal a legízesebbek, meg a legzamatosabbak, minden magasabb hidratációval tudjuk használni, mert a víz hozza ki legjobban az ízeket, meg hosszabb érési idő.
ez a V300-as V280-as liszt, ez 13-as fehérjével 24 óránál már tök jól működik egyébként, de 48 órán is tud működni. Jó, ez volt az első sütés, folyt köv. Na pajtikáim, folytatjuk a sütögetést. Párma Pizza világbajnokság, közeledünk kérem szépen, óriás parti lesz. Gyerekek, itt van egy jó kis elektromos olasz AVPN-es minősítésű sütővel sütjük a jó kis nápolyi stílusú pizzánkat. Úgyhogy így néz ki a jó kis bucink, amit bedagasztottunk az előző napon. Ugye láthatjátok belőle a videót, így néz ki a jó kis tésztánk. Úgyhogy most kikapjuk belőle és sütünk belőle egy jó kis nápolyi pizzát. Jó? Így. És ez most egy ilyen spenótos verzió lesz. Úgyhogy azzal fogjuk megküldeni itt most a történetet. És egyébként ebből a tésztában most fogok elrakni holnapra, így hogy 48 órásként is ki fogjuk sütni, úgyhogy abból is majd fog készülni egy anyag. Jó? És itt van a jó kis bucink. És nyújtunk egy, és megpróbálunk ennél egy nagyobbat nyújtani, mint az előzőnél, hogy egy még nagyobb pizzánk legyen belőle. Jó? Így. Ugye változatlanul figyelni kell a kornicsónéra, hogy azt ne törjük össze, hogy minél szabályosabb, kör alakú formát, és nagyjából egyforma abroncsokat kapjunk. Hát mindenki erre törekszik, és hát valakinek ugye jobban sikerül, valakinek kevésbé. Vannak olyan pizzaszakácsok, akit ez jobban érdekel, van, akit ez kevésbé, általában az olaszokat ez egyáltalán nem érdekli. Tehát ha megnézel egy olasz pizzát, az pont olyan, mint a csúnya szóval mondva az ökörhúgyozás, mindenféle formája van, nem kerek általában, hanem kicsit meg van tépve, itt van megcsipkedve, természetesen szépek és gusztusosak, csak arra a nagyon szabályos kör alakú formára annyira nem törekednek általában. Aztán nyilván gyakorlattal ők azért ezt megoldják, hogy ez úgy legyen, hogy guszta legyen a végére. Szépen alakítják a lapáton, ahogy kell. Jó. Megtépjük, gyerekek, legyen ennek rendesen nagy mérete. Így. Alapul, gúpos gyerek a prés alatt. Így. Még egy picit így húzunk rajta. Jó. Látszanak rajta a bubik is egyébként, hogy dolgozott a tészta, látjátok? Egyébként, hogyha ez előtészta, akkor kb. Kétszer ennyi bubit lehet látni a tésztán. Hogy sokkal aktívabb a tészta. Hát nyilván több ideje volt arra, hogy megdolgozza a lisztet, a víz meg az élesztő. Na. Nincs. És akkor most csinálunk gyerekek egy olyat, hogy rakunk itt is olajat először egy picikét. Így, és rakunk egy kis spenó, egy kis ízét, gránapadánót, így. Rakunk le egy kis spenótot. Ez nem kell spórolni, gyerekek, ez rendesen meg kell ámpakolni, így. Sima fokhagymát erre lehetne rakni egy spenót? Vagy a hülyeség? Ez most hogy jön ide? Hát a spenót főzelékben is van. Te, Drújan, maradjál csendben, arra kérlek, már jó? Már régen voltam. Megkértelek rá, hogy ne szólaljál meg. Gyerekek, a Drújan van itt velem, ez büntetés. Ez ott az első volt, megkértem, ne szólaljon meg. Na, szóval rákerül a jó kis spenótunk. És utána dobáljuk rá a sajtot. Így. És így fogjuk majd kisütni gyakorlatilag. Hogy alatta van a spenót. És így lesz egy ilyen jó kis spenótos pizzánk. Egyébként fokhagymás olívaolajat szoktak még használni, hogy a kérdésedre válaszoljak, hogy még több idézőjelbe ízdamatot adjanak neki. Úgyhogy mi most egy ilyet fogunk sütni. Így. Na most azt fogjuk csinálni szépen, hogy hozzuk a kis lapátunkat. És alá tesszük a jó kis gemetános lapátot, egy mozdulat, picit még húzunk rajta, így,
Az nincs. És mindjárt dobunk egy meses vetést, és sütjük a következő pizzánkat, ami egy hangyányival azért nagyobb lesz. Jó? Oké. Még egy pici kis olajat rakunk rá. Úgy. És már mehet be a sütőbe, és pattintjuk a jó kis spenótos fiordi lattés olajas. Na, talán még a formája is szebb lesz neki. Mindjárt indítjuk a stoppert. Zsörgyezzük az 1 perc 30 számítat ki méretre. És most egy AVPN-es elektromos kemencében, egy AVPN-es liszttel, direkt tésztavezetéssel. Hát azért az AVPN-es minősítésű dagasztástól azért messze vagyunk, de azok a tésztavezetési, amiket én használok, vagy én szoktam a videóimban bemutatni, talán még ez van a legközelebb hozzá. Hozzá kell tegyem, hogy azok a régi, mondjuk így több száz éves nápolyi hagyományok, azért egy otthoni körülmények között, hogy te mondjuk 18-20 órát 18 fokon érleld a tésztádat, azért azt kevesen tudják megvalósítani egy egész évben. Mert van meleg, vagy melegebb van, vagy hidegebb van, és ugye a hőmérséklet az egyik legnagyobb barátunk, meg ellenségünk is egyszerre. Annak érdekében, hogy jó kis dagasztható, jó kis nyújtható tésztánk legyen. Na, még van 20 másodperc papíron. Egyébként általában nem palicsomos alapok hamarabb megsülnek, hogy lehet, hogy ezt ki fogom venni 10 másodperccel hamarabb. Szerintem jók vagyunk. Na, itt is megoldjuk a kis pizzánk. Úgyhogy 1 perc 30 alatt kisütöttük. Nézzük meg, hogy milyen lett az alja. Úgyhogy a jó kis AVPN-es minősítő kis pizza napoletán a lisztünkből, gyerekek. Ezt tudtuk direkt tésztával 24 óra alatt kialakítani. És megvárjuk, egy picit kicsapja a párát és fölvágjuk ezt is, jó? Na, folytjuk. Szóval még nincs vége a kis tésztánknak, ugyanis egy kis szarvasgombás olajat fogunk ki szépen rácsöpögtetni, így. És az ad neki egy nagyon jó kis bukét. Oké? Okay? Így, ennyi elég is rá. Egyébként ez ilyen 1800-2000 forint nagyságrendileg, attól függ, hogy hol veszed, és baromi sokáig elég egyébként. Na, nézzük meg, hogy akkor szépen mit sütöttünk ki, hogy milyen lett a tésztánk, jó? Kukkantjunk bele. Na, ide nézzétek, milyen kis gyönyörű lett. Ezt nézzétek. Na, ilyen egy gyerekek a pizza napoletánánk, úgyhogy így sikerült ez a dagasztás és a sütés. Úgyhogy kövessétek, amennyire csak tudjátok ezt a technológiát a ti saját körülményedekhez képest, és nagy valószínűséggel minden feltételt ismerve ugyanezeket a eredményeket fogjátok tudni ti is elérni. Jó? Gyönyörű szép neked. Úgyhogy könnyű kis finom pizzáink. Ennyi. Na, ilyen volt, gyerekek, a sütés, úgyhogy fogyasszátok egészséggel, iratkozzatok fel a Süssünk Otthon Pizzát csoportba, a YouTube csatornára is, és ha tetszik, amit láttok, vagy kipróbáltatok és úgy érzitek, hogy működik, akkor minél több embert hívjatok meg a csoportba, barátaitok közül. Nagyon hálásak lesznek érte, ugyanis nagyon sokan szeretnének otthon szép és egészséges jó pizzát sütni, de nem tudják, hogy hogyan. Jó? Sziasztok!